A biodiverzitás az élőlényeknek a sokféleségét jelenti. Ez mindenféle szinten megfigyelhető, hát elsősorban a fajok szintjén, a sokféle faj, madárfaj, állat-növényfajok. Ugyanakkor ökológiai szinten, tehát például a tájnak a diverzitása az is egyfajta biodiverzitás, hogy milyen sokféle folt van a tájban. Tehát hogyha az egész terület egy nagy akármi, tehát kaszálló, vagy nagy legelő, vagy nagy szántó, az a legrosszabb eset, az sokkal kevésbé előnyös, mint a sok különböző parcellából állnak. És a harmadik szint az pedig a genetikai diverzitás, tehát a változatok, a fajon belüli változatok, például a háziállatfajták, amiket tenyésztenek, az őshonos fajták, növényváltozatok, amelyek sajnos modernizációval egyre inkább visszaszorulnak, pedig genetikailag és a biodiverzitás szempontjából ezek is fontosak. És ugyanakkor meg kell említeni az embereknek a változatosságát is. Tehát a mi területünk egy jellemzően egy olyan terület, ahol sokféle, még ha a székelynek is nevezzük, de nagyon sok kisebb csoport él, sok tájszólás, sok hát szokás, viselet, tehát ez is mind a biodiverzitáshoz sorolható, csak tehát még nem ötvöztük annyira kettőt, pedig ez lesz a jövő, tehát a kultúrának és a természeti értékeknek az összekapcsolása. Elsősorban azt kell tudni, hogy Hargita megye az országnak egyik legérdekesebb területe természetvédelmi biodiverzitás szempontból. Ugyan nagyon sok értékes terület van Románián belül. Hargita megyének megvannak a sajátosságai, ugye ezt földrajzilag nincs ilyen, hogy Hargita megye, hanem inkább a székely székeket lehetne felsorolni, mint valamennyire földrajzi egységeket. A Csiki medence, a Gyergyői medence, Háromszék, most beszélünk a Udvarhely szék is, Csiki medence, Gyergyői medence. Ennek a területnek az egyik fő jellegzetessége az extenzív gyep gazdálkodás és a szarvasmarhatartás, legalábbis történelmileg, és még most is jelentős. És ez nagyon örvendetes módon jól összeegyeztethető a természetvédelemmel. Elsősorban a kaszálókon, ahol kevés műtrágyát, kevés vegyszert használtak, vagy egyáltalán nem, nagyon változatos a növényzet. Tehát azt lehet mondani, hogy addig, amíg főleg gazdálkodás folyt, családi, hagyományos gazdálkodás, addig a természet nagyon jó állapotban volt. Ami a legsúlyosabb sérüléseken ment keresztül a 20. században, azok a folyóvizek voltak. Tehát az iparosítástól kezdődően jelentkezett a folyóvizeknek a szennyezése, és ezt követték az óriási mértékű lecsapolások. Tehát ilyen szempontból a vizes területek nagyon tönkre vannak téve, a szárazabb gyep területek nagyon jó állapotban vannak, tehát vegyes a kép. A Hargita megyei biodiverzitásnak a letéteményesei azok az itteni gazdák. Nekem ez a véleményem. Az itteni biodiverzitás azáltal jött létre, hogy az emberek évszázadokkal ezelőtt kiirtották az erdőket, és kaszálókat hoztak létre a helyén, és a legnagyobb egységnyi területre eső biodiverzitást ezeken a hegyi kaszálókon találjuk. Ez egyébként európai összehasonlításban is élvonalban van, egyes feltételezések szerint dobogós, tehát az első háromban. És így aztán teljesen világos az is, hogy ennek a biodiverzitásnak a megőrzéséhez ezt a fajta gazdálkodási módot kell tudni fenntartani, ami egy nagy kérdés, hogy ez sikerülhet-e, hiszen a trendek most abban az irányban mutatnak, hogy gazdasági méret növelés, hatékonyság növelés, és ezek viszont mind-mind a biodiverzitás ellen hatnak. Ezt a nyugat-európai példa pontosan bebizonyította, tehát ezt nem kell szerintem nagyon hosszan elemezni. Hosszú távon mindenkinek érdeke, hogy minél jobb állapotban legyen a természet, mert a természet tart fenn bennünket is. Ami most pozitív, az a még létező családi gazdálkodás, és kis léptékű, tehát a modernizációs trendek azok, hogy növelni a farm méretét, hatékonyabb, gazdaságilag hatékonyabbá tenni, de ez gyakran együtt jár a gépesítéssel, illetve a hagyományos falu közösségeknek a megváltozásával, és ez természetvédelmi szempontból nem kedvező. Tehát nem
akarjuk megrekeszteni a fejlődést, nem is lehet, de olyan mezőgazdasági rendszert kellene itt kialakítani, amely a hagyományosnak azokat az elemeit, amelyek jók természetvédelmi szempontból azok megőrzik. Ezek a viszonylag kis birtokméret, vagyis hogyha nagy is a birtokméret, de több parcella, ez mozaikussá teszi a tájat, tehát nem teszi lehetővé, hogy egyszerre óriási területeken ugyanazt a tevékenységet végezzék. Nagyon fontos a kaszálóknak a fennmaradása is, mert a mezőgazdaságnak a hanyatlansával egy természetvédelmi probléma is a gyep területeknek a felhagyása, a kaszálóknak a felhagyása, amelyek így beerdősödve egy természetvédelmi szempontból nem annyira jó állapotba kerülnek ezek a tájak. Hosszú idő alatt persze regenerálódhat az erdő, csak általában nem szoktak időt adni neki, hogy ős erdők fejlődjenek ki, tehát kezdeti periódusban a felhagyás gyakran fajszegényedéssel jár együtt. Önök szerint hogyan tartható fönn hosszú távon a biodiverzitás, a sokféleség? Nekem ez a véleményem. Itt úgy tartható fönn a biodiverzitás, hogyha fenntartjuk ezt a hagyományos közeli családi gazdálkodást. A kis parcellákon zajló, jelentős részben kézi munkával végzett gazdálkodást. Ez egy kemény munka, ezért egyre kevesebb fiatalnak van ehhez kedve. Így aztán nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a fiatalokat arra motiválni, hogy mégis valami ilyesmivel foglalkozzanak. Az egyik biztos, hogy és elsősorban talán a jövedelem lesz. Ehhez segítséget adnak az Európai Uniós támogatások. A másik viszont én úgy gondolom, hogy az, hogy ezek a fiatalok, és úgy általában a közvélemény tisztában van-e azzal, hogy egy gazda túl azon, hogy élelmiszert termel, még milyen közjavakat állít elő a mindennapi munkájával. Nem csak a szép tájat, de a tiszta ivóvizeket, klímavédelmi hatása van annak, amit ő csinál, és a biológiai sokféleséget magát fenntartja. Ezek olyan értékek, amely a teljes közösség számára fontos, még akkor is, ha nem biztos, hogy ezzel tisztában van a közösség. Ergo ezért a szolgáltatásért jár egy ilyen gazdának több jövedelem annál, mint amennyit közvetlenül az élelmiszerértékesítésből ma realizálni tud. Ön szerint mennyire vehetők rá a Hargita megyei gazdák, hogy folytassák ezt a fajta régi hagyományos gazdálkodást? Az én tapasztalatom az, hogy a munkahelyek szűkössége ad egy kényszert, tehát viszonylag sokan gazdálkodnak ma is, bár lehet, hogy szívesen csinálnak mást. A másik viszont az, hogy ha például vesszük a csíkdelnei példát, itt nagyon sokakkal beszélgettünk arról, hogy vajon mivel lehetne a tehén létszámot növelni, és mindenki egyértelműen azt mondta, hogy a tejárral. A tejár növekedésével a tehén létszám is nőne. Ha nőne a tehén létszám, az azt jelenti, hogy egy család is több állatot tartana, illetve többen, akik már közben abba hagyták, újra szívesen belevágnak a gazdálkodásba. Tehát mondjam azt, hogy ez egy ilyen 24. óra, amikor még az emberekben a tudás is megvan a gazdálkodáshoz, a szándék is megvan, lehetővé kéne tenni azt, hogy gazdálkodjanak.